Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslop csatornája. A mai videó a januári összegzés lesz. Olvasás szempontjából január egy kifejezetten jó hónap volt számomra. 5 könyvet sikerült befejeznem, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik könyv a maga nevében nagyon nagy élményt jelentett. Az első könyv, amit befejeztem, az tulajdonképpen egy 2020-as maradék volt, ugyanis 2020 decemberében megkérdeztem tőletek Instagramon, hogy melyik legyen az év utolsó könyve, Tompa Andreának a Haza című műve, vagy Ellie Smith-től az ősz. És nagyon szoros volt a szavazás, de végül mégiscsak Tompa Andreának a Haza című kötete nyert, úgyhogy ez lett volna az utolsó befejezett könyvem 2020-ban, azonban sajnos nem tudtam befejezni, így 2021-re maradt. Tompa Andrea egy kortárs magyar szerző, 1971-ben született Kolozsváron, de már nagyon régóta, 90-es évek eleje óta Magyarországon él, Budapesten. Alapvetően színházi szakember, különféle színháztörténeti kurzusokat tart Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, és hosszú ideig ő volt a Színház című folyóirat főszerkesztője, és szépíróként 2010-ben mutatkozott be a Hóhérháza című regényével. Azóta megjelent már több regénye, köztük a Fejtörzsláptól, ami az én óriási kedvencem, illetve az Omerta, és 2020-ban jelent meg legfrissebb kötete a Haza. A Haza főhőse egy író, egy középkorú nő, aki már nagyon régóta távol él szülőhazájától, és hazautazik egyszer csak, mert egy 30 éves osztálytalálkozón venne részt, és ezen az utazáson elkíséri néhány volt osztálytársa, illetve egy osztálytársának a lánya. A jelenben zajló cselekményszál az tulajdonképpen ennyi, az utazásról szól, illetve arról a 3 napos osztálytalálkozóról, ahova végül megérkeznek. Viszont ezt a közülen 500 oldalt azért nagyon sok minden kitölti. Az utazás során végig az író fejében vagyunk, a gondolataiban, az emlékeiben, és a központi kérdése, ami nagyon sokat gondolkodik, elmélkedik, az az, hogy mi is a haza, kinek mit jelent ez a szó. Lehet-e azt a várost, vagy azt az országot hazának nevezni, ahol az ember megszületett, de már senki sem él ott? Lehet-e azt az országot, vagy várost hazának nevezni, ahol éppen él valaki? Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, hiszen ha belegondolunk, szerintem nincs ma Magyarországon olyan ember, akinek a családjában, a rokonságában, vagy a barátai között ne lenne olyan, aki nem abban az országban él jelen pillanatban, ahol megszületett. Az is nagyon érdekes, hogy Tompa Andrea előző 3 regénye mind első személyben íródott. Ez a regény kivétel, itt van egy elbeszélőnk, viszont én mégis úgy érzem, hogy ez az a regény, ami a leginkább önéletrajzi ihletésű, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok érzés az írónő sajátja. A regénybeli író is folyamatosan azzal küzd, hogy hogyan tudja megfogalmazni az otthonosság és az idegenség érzését önmaga és mások számára, hogyan tudja íróként ezeket szavakba önteni, és mindenféle oldalról próbálja ezt megközelíteni, a nyelviség oldaláról, az ízek oldaláról, az illatok oldaláról, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, eszészerű részekkel van tele ez a regény. Elindul benne sok apró történetszál is, ami leginkább egykori osztálytársakhoz kapcsolódik, vagy más karakterekhez kapcsolódik. Nagyon érdekes a regényben, hogy vannak karakterek, akik pontosan meg vannak nevezve, és vannak helyszínek is, amik pontosan meg vannak nevezve, viszont a fő karakterek, az író, a fiú, a festő, nincsen nevük, és annak az országnak sincsen neve, ahova éppen tartanak, és amelyik országból elindulnak. Viszont én nem tudom nem hozzávenni mindazt a tudást, amit Tompa Andráról tudok, hogy ő hol született, és hol él jelenleg, és akaratlanul is ezeket a név nélküli helyeket behelyettesítem az ő életének helyszíneivel. Én nagyon szerettem azokat az apró történetszálakat is, amelyek egykori osztálytársakhoz kötődtek. Ott van például Ágó, aki New Yorkban csillagászkarriert csinált magának, ott van Kincső, akinek van egy nagyon elképesztő közösségi és művészeti projektje, hogy az úton elütött állatok tetemeit fotózza, vagy ott van Csaba, aki Svédországban taxisofőr és a pincében díszhalakat tenyészt. Gyönyörű Tompa Andrea stílusa, én nagyon szeretem, ahogy ír, az eddigi regényeiben is csodálatos nyelvet teremtett,
ebben sincs ez máshogy. Ami nekem egy pici nehézség volt, hogy nagyon sokszor kidobott magából engem ez a szöveg. Bár végig éreztem, hogy ez egy fontos téma, és nagyon fontos mű, nagyon jól megvan írva, mégis voltak olyan részek, ami nekem picit vontatottnak tűnt, és elkalandoztak közben a gondolataim teljesen más irányba. Aztán érdekes módon a következő fejezet meg teljesen magával rántott, és ezt a fajta kidobást és visszarántást végigjátszotta velem ez a kötet. Azt vettem észre, hogy leginkább azok a részek dobnak ki magukból, ahol főleg a nyelvvel való filozófiai eszmefuttatások voltak. És sosem éltem külföldön vagy más városban huzamosabb ideig, úgyhogy biztos vannak olyan részek, amikkel én személy szerint nem tudtam rezonálni, és azt gondolom, hogy ez a könyv azoknak adhatja a legtöbbet, akik maguk is a saját bőrükön érezték, milyen az, ha egy embernek több hazája van. A hónap második könyve egy olyan könyv volt, amit már több ajánlomban is mutattam, mert gyönyörű a borítója, és magamnak vettem karácsonyra, és ez nem más, mint René Denfeldnek a Hol vagy Madison Calvert című thrillere. Ezt a könyvet közösen olvastuk Csabával a Könyvelem csatornájáról, a csatornájának a linkjét megtaláljátok majd a leírásban. Szóval Csaba vetette fel az ötletet, hogy olvassuk ezt közösen, és én már olyan régóta látom külföldi booktubereknél, hogy csinálnak egy ilyen úgynevezett buddy readet, és én mindig ki akartam próbálni, hogy nagyon megörültem, hogy Csaba ezt felvetette. Egy picit egyébként féltem, hogy nem fogunk tudni majd egy tempóban haladni, mert nekem kiszámíthatatlan, hogy mikor mennyit tudok olvasni, de egészen jól haladtunk ezzel a könyvvel, nem annyira hosszú, egy olyan 300 oldalas, és eléggé olvastatja magát. Ez a könyv nem teljesen azt adta, amire én eredetileg számítottam. A karácsonyi könyvajánlomban a főszöveg alapján én azt mondtam, hogy ez egy cselekményközpontú történet lesz szerintem. Viszont nem az lett, de én ezt egyáltalán nem bánom, mert nekem végül nagyon tetszett ez a történet. A cselekmény nagyon röviden arról szól, hogy van egy Madison Calvert nevű 5 éves kislány, aki a családjával Oregonban él, és egyik nap elindul a családjával egy közeli erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak, és eközben a kirándulás közben Madison eltűnik. Eltelik 3 év, közben természetesen keresi folyamatosan a rendőrség a kislányt, de nem akadnak a nyomára, és a család végső elkeseredésében egy Naomi nevű magánnyomozóhoz fordul, aki kifejezetten eltűnt gyerekek felkutatására specializálódott. Az elég hamar kiderül a történetből, hogy Naominak különleges képessége van arra, hogy eltűnt gyerekeket megtaláljon, és ez a képessége onnan fakad, hogy ő maga is eltűnt gyerek volt. Nem szeretnék többet elárulni a történetről, mert akkor ezzel ronthatom másoknak az olvasási élményét, viszont ezt mindenképpen szeretném mondani nektek, hogyha kézbe veszitek, készüljetek fel rá, hogy eléggé hamar ki fog derülni, hogy itt gyermekbántalmazásról és pedofiliáról is szó van ebben a könyvben, ami szerintem azért fontos így hangsúlyozni, mert én például erre egyáltalán nem voltam felkészülve, és eléggé mellbevágó élmény volt, amikor, nem tudom, az 50. oldal környékén ezzel találkoztam. Ne számítsatok nyomozós történetre, mert maga a nyomozásnak a mikéntje az eltörpül a karakterábrázolások mögött. Engem nem is igazán Naominak, a magánnyomozónak a karaktere nyűgözött le inkább, hanem Madisoné, hiszen ez a történet alapvetően két cselekmény szálon fut, az egyikben Naomit követjük, ahogy végzi a nyomozását, a másik pedig 3 évvel korábbra repít vissza, és pontosan megtudjuk már az elején, hogy Madisonnal mi történt. Nekem ez a Madisonos szál tetszett sokkal jobban, és annak a nagyon pontos és nagyon érzékeny ábrázolása, hogy a gyermeki psziché hogyan képes feldolgozni egy borzasztó traumát. Ami nekem a legeslegjobban tetszett ebben a könyvben, ez a meseszerűsége, amely nem csak egy atmoszféra teremtő eszköz, hanem iszonyatosan fontos szerepe van a Madisonos szálban. A főszövegben is írták, hogy nagyon emlékeztet ez a Grimm mesék világára, és én ezt abszolút alátámasztom, mert a Grimm mesékben is az erdő mindig a borzalmak helyszíne, és nincs ez másképp ebben a regényben sem. Ami nekem kevésbé tetszett, az Naomi karakterének egy picit a kidolgozatlansága, illetve voltak a nyomozásban olyan megoldásai, amivel Csabával kicsit így hüledeztünk, hogy hát ezt hogyan gondolták mégis, eléggé hihetetlennek tűnt. Illetve nekem, és szerintem Csabának sem tetszett benne a szerelmi szál, én ezt értem, hogy karakter szempontjából miért kellett beletenni, de számomra ez teljesen hanyagolható lett volna.
Én nagyon tudom nektek ajánlani ezt a könyvet, olvassátok el, de nem úgy olvassátok, mint egy cselekményközpontú könyvet, hanem sokkal inkább egy olyan könyvet, amely a gyermeki pszichébe és a traumafeldolgozással helyezi a hangsúlyt. A harmadik könyv egy BookTube könyvklub közös olvasás volt, ez pedig nem volt más, mint Tara Westover-től a Tanult lány című memoár. A könyvklubunk januári témája az újrakezdés volt, és ehhez egyébként ez a könyv nagyon-nagyon jól passzol. Tulajdonképpen a tudásvágy és a tanulás erejébe vetett hitről szól, és arról, hogy a tudással, a tanulással hogyan lehet kitörni nagyon-nagyon hátrányos helyzetből. Tara Westover egy Idaho állambeli mormon családba született, 7 testvér közül ő volt a legkisebb, és az apja nem csak, hogy mentális betegséggel küzdött, de folyamatosan a világ végét várta. Nem anyakönyvesztette a gyerekeit, sose vitte őket orvoshoz, nem járatta őket iskolába, folyamatosan a világ végére készült, és készleteket halmozott fel élelemből, benzinből, és a gyerekeit olyan felelőtlen módon nevelte, hogy a roncstelepen, amit üzemeltetett, közvetlen életveszélynek tette ki minden gyerekét szinte folyamatosan nap mint nap. Tara ilyen környezetben nevelkedett, tulajdonképpen teljesen elvágva a külvilágtól, egy nagyon patriarchális család szerkezetben, viszont az egyik testvére egyszer csak úgy döntött, hogy elmegy főiskolára. Ezt a példát látva Tara is elhatározta, hogy iskolába megy, a kitartásának köszönhetően felvették először a helyi állami egyetemre, majd különböző ösztöndíjaknak köszönhetően Cambridge-ben tanult, és végül a doktori fokozatát is megszerezte. Erről a könyvről egyébként volt több mint egy órás kibeszélünk Zsófi csatornáján. Borkával, Zsófival és Katival beszéltük ki ezt a könyvet, nem is olyan régen. Ennek a linkjét leteszem a leírásba, ha van kedvetek, nézzétek meg. A hónapban még belefért 2 gyerekkötet. Az egyik ezek közül Molnár T. Eszternek a Kóbor szálló című meséje. Én ezt a mesekönyvet egy antikváriumban találtam, és nem nagyon tudtam róla semmit, viszont lenyűgöző volt a grafikája, aranyos volt a címe, egy picit belelapoztam, és úgy döntöttem, hogy hazaviszem és elolvasom, mert úgy érzem, hogy lassan képbe kell kerülnöm a mai magyar kortárs gyerekirodalommal is, bár még picike a lányom, de nagyon hamar fel fog nőni, és mesélni kell majd neki. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ennek a mesének a főhőse egy hajléktalan, és hogy nem csak egy hajléktalan, hanem több hajléktalan is szerepel ebbe a mesében. A történet ott indul, amikor hetet hét Hugo éjszakai szállást keres, és eljut az erdő szélén a kóbor szállóba, amit egy Gizike nevű nagymama üzemeltet, és ott mindenféle furcsa alakkal találkozik. Gizikének van egyébként egy Riki nevű kisunokája, neki is fontos szerepe van a mesében, van még benne Rottweiler és millió más főhős. Innen indulnak a bonyodalmak, és nagyon szépen lekerekedik ez a történet a végére, de ami igazán jó benne az, hogy hihetetlenül érzékenyen mesél egy nagyon valós és nagyon súlyos társadalmi-szociális problémáról, a hajléktalanságról. Gyönyörűek benne az illusztrációk is, úgyhogy nagyon tudom ajánlani ezt a meseregényt kisiskolás korosztálynak. És az utolsó kötet, amiről szeretnénk beszélni a januári wrap-upban, az Grecsó Krisztiánnak a Belefér egy pici szívbe című gyerekverses kötete. Ez egy nagyon aranyos kötet, amit Grecsó Krisztián Hanna nevű lányához írt, főleg ilyen csecsemőkori, vagy nagyon kisgyermekkori versek vannak benne, van, ami a hétköznapokról szól, van, ami az ünnepekről szól. Nekem nagyon sok vers tetszett ebből a kötetből, az első éves szülnapos verset szerintem jövő héten már fogjuk szavalni, illetve volt benne egy nagyon kedves karácsonyi vers, amiben Grecsó Krisztián hihetetlenül szépen és érzékenyen beleszőtte az örökbefogadás témáját is. Úgyhogy, ha szeretnétek jó kis kortárs gyerekverses kötetet olvasni, akkor nagyon tudom ajánlani Grecsó Krisztiánnak ezt az új könyvét. Ez volt az én januári összegzésem. Ahogy mindig, nagyon szívesen látom a kommentjeiteket, írjátok meg, hogy ti miket olvastatok ebben a hónapban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le az új videókról, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!